A Krím Ukrajna része volt, most is az, és az is marad. Miután pedig Ukrajna visszaszerzi az ellenőrzést, a félsziget az Európai Unió részévé válik. Jelentette be Volodymyr Zelenszky elnök a krémi Platform második csúcs találkozóját megnyitó beszédében. Zelenszky kifejtette. A Krím feletti ellenőrzés visszaszerzése történelmi háború ellenes lépés lesz Európában. Ez vissza fogja állítani a biztonságot és az igazságszolgáltatást, újra integrálja a krímet a modern világba, és lehetővé teszi, hogy a krémi platform minden résztvevője elmondhassa gyerekeinek, rokonainak, hozzátartozóinak, hogy büszkék lehetnek ránk, mint béketeremtőkre. Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára a krím nem csak egyfajta terület, nem egy trükk a geopolitikai játszmában, mint a terrorista ország számára. Ukrajna számára a Krím a népünk, a társadalmunk része, emberek közössége, akiknek garantáljuk a szabadságot és visszaadjuk a modernitást, mondta Zelenszkij. Az államfő rámutatott. Csak Ukrajna képes összekötni Szimferopolt Berlinnel, Jaltát pedig Nápolyjal. Csak Ukrajna aggódik a Krím valódi biztonságáért, hangsúlyozta az elnök.